Start! Start, elindult a Bon Vivant Handicap, és rögtön hibázik az egyik favorit, No Fear, a starthoz menet pedig Repeta elég rendesen fülhúzta magát, és kiakasztotta a fejtartó Sziát, így ő anélkül fog majd futni. Priscilla, Károly József felvállalja magára a vezetés, és jól kezd a Rainfield. Rainfield gyorsít, és amikor a lovak megérkeznek a kanyarba, most már ő az, aki vezetés diktálja tempót. Rainfield, Priscilla, Repeta, majd benne a falon top modell, és kívül jön Uneno Chessmas. Ez tehát az első öt ló sorrendje, nagyon jól együtt az egész mezőny. No Fear hibája ellenére nagyon-nagyon jó és látványos verseny lehet majd, tehát összesen 8-a maradtak versenyben, amikor a lovak már az első egyenesben járnak. Még mintegy 1300 méter van hátra a versenyből, és Rainfield az élen. Rainfield vezetés előnye 2-3 hosszra tehető Priscillával szemben. Rainfield, Priscilla, majd mögötte a harmadik pozícióban látom Repetát, a tétjátékosok nagy kedvence, trónörökös csak a mezőny végén. Egy kör van még hátra a nap első futamában, ez a Bon Vivant Handicap továbbra is egy jó 2-3 hosszas előnnyel rendelkezik. A Rainfield az őt üldöző Priscillával szemben, Repeta a harmadik, Uneno Chessmas ott van mellettük a negyedik pozícióban. Trónörökös továbbra is csak a sor végén, de egyáltalán nincs messze, előtte őket Száguld, illetve Orient Boy párosa, valamint Top Model és Onesis Gól, a túlsó egyenese fordul ismét csak a Rainfield vezetésével a mezőny, a vezetőlő előnye még mindig legalább 2 hosszra tehető Priscillával szemben, aztán a harmadik pozícióból igyekszik talán most már egy kicsit feljebb kapaszkodni Repeta, a nyomában ott van Uneno Chessmas, Uneno Chessmasék mögött pedig némi mozgulódás, egészen kívül próbálnak elindulni Száguldjal, trónörökös mindig a sor végén, illetve most már lassacskán Onesis Gól, aki megy visszafelé, és teljesen visszaesik most már utolsónak. 600 méter van még hátra a Bon Vivant Handicapből, az élen nincs változás, talán annyi igen, hogy Rainfield egyre inkább kezdenek rászaladni a többiek, Repeta most már második, megy visszafelé Priscilla, és kívülről óriási rohammal ott van most már Száguldj, egészen messzül pedig trónörökös is lassan megérkezik. Izgalmas lesz az utolsó 400 méter, Rainfield teljesen elfárad, és jönnek most már a többiek, elmegy mellette Száguldj, és külső pozícióban trónörökös is most már a dobogóért fog küzdeni, Repetának is nagyot kell menni, ezt a dobogós érzését meg szeretné tartani, Rainfield már lecsúszott a dobogóról, és Orient Boy Pap Istvánnal is remek momentummal zárkózik, Száguldj előnye 2-3 hosszra tehető, kívül jön trónörökös, mellette pedig ott van Orient Boy, benne a falon pedig Repeta, az utolsó 100 méter fog dönteni, de csak a helyezésekről, mert Száguldjot innen már nem fogják megverni, Száguldj nagyon magabiztosan fog győzni, Száguldj a győztes, mögötte ott látom Repetát a második helyen megérkezni, majd jött trónörökös, jött Orient Boy, ez a nem hivatalos befutási sorrend, bár az ötös számú Repetát és a hatos számú No Fear-t látom a kísérő kocsin, ez azt jelenti, hogy őket diszkvalifikálták.